Szervusztok, kellemes évszakot mindenkinek, ragyogó őszi időnk van, és elérkezett az a videó, amit már régen terveztem, már szeptember végétől valamikor közé kellett volna tenni, de most jutottam odáig, hogy ezt megcsináljam. Itt az ősz, annak minden szépségével és hátrányával. Ez az évünk elég extrém volt, kezdve a nagy és intenzív hőséggel, ami együtt járt egy szárassággal, aztán özönvízszerűen jött az eső, áradások voltak. Most itt vagyunk az ősz közepén. Most itt vagyunk az ősz közepén, ami egyelőre elég nyugodt, nagyon szépnek tűnik. Kb. Még egy hétig tart ez a 16 és 20 fok közötti hőmérséklet, utána csökkenni fog. Voltak már éjszakai fagyok, szerintem többen észrevették, de hát ez már csak ilyen a mérsékeltövön. Ugye a mérsékeltövi növények ilyenkor már kezdenek betelelni, vannak akik még kihasználják az utolsó napos időt, a jó meleget, az évszakhoz képest meleget, valakik már úgy gondolták, hogy elmennek aludni. Például a kürtvirágok közül több faj ilyenkor késő ősszel hozza a legszebb és legnagyobb csapdáit, van egy tavaszi időszakuk, akkor megindulnak, nyáron egy picit úgymond vegetálnak, leszárad egy pár csapda, aztán ősszel újra indulnak. Ezek a leukofil fajok, valaki leukofillának hívja, de Amerikában leukofilnak nevezik őket, ők ilyenkor nagyon szép csapdákat tolnak. És vannak olyan fajok, például az oreofila, amelyik tavasszal megindul, nagyon szép csapdákat hoz, aztán nyár közepére teljesen leáll, száradnak le a csapdái, és onnastól már csak ilyen, hát nem rovarfogásra alkalmas, ilyen csökevényes leveleket hoznak, hogy mégis fotoszintetizáljanak, de ezek már nem működnek csapdaként. És így megy bele a télbe. Ő nem annyira látványos, nagyon rövid nála az úgymond aktív szakasz, viszont vannak olyan kürtvirágfajok, amelyek szinte egész évben szépen néznek ki, nagyon jól bírják a hideget, ilyenek a purpurea fajok és azok hibridjei. Nyilván azok a purpurea fajok, vagy hibridek inkább, amelyeket mondjuk Hollandiából, vagy ilyen európai kertészetből hoznak be, azok picit melegigényesebbek, nem bírják annyira a hideget, mint mondjuk az eredeti vadfaj, ami majdnem Kanadáig terjeszkedik. Néhány trópusinak számító harmadfűfaj is bírja a hűvösebb időszakot, például a Drosera capensis, annak ellenére, hogy trópusi és télen szobában van, ilyenkor még talán kint is lehet, hogyha nem kap fagyot.
A Drosera filiformis fajok között vannak olyan változatok, amelyek már Észak-Amerika délebbi részén honosak. Ők annyira már nem bírják az extrém hidegeket, van, amikor már a 0 fok is sok nekik, a mínusz meg végképp károsító lehet. Őket olyan helyen teleltessük, ami mondjuk egy fűtetlen garázs, vagy egy fűtetlen melléképület, olyan 0 és plusz 10 fok között. A rotundifólia, az anglika, az intermedia, azok mind Közép-Európában is honos fajok, őket ugyanúgy kell teleltetni, mint hogyha kint lennének a, mondjuk a szabad ég alatt egy mocsárban, bírják a fagyokat, annyi, hogy kell nekik egy kis légmozgás, ne tegyük nagyon zárt helyre, nehogy a telelő rügyekbe penészedjenek. Hogy ilyenkor a növényekkel mit kell csinálni? Hát valaki kinteleteti őket, valaki beviszi őket egy növényházba, egy védettebb helyre, de ami még hideg, akár fagyot is kaphatnak, ennek ugye az előkészületeit el kell végezni. Most elsősorban én arra gondolok, hogy a telelős helyet nagyjából ki kell takarítani, az év közben felgyűlt ilyen szemetet, meg egyéb dolgot érdemes kivinni, mert ugye köztük a egyéb kártevők is megbújhatnak. Azokat a tálcákat, ládákat, amibe bele fogjuk rakni majd a telelős növényeket, érdemes átmosni, kicsit átöblíteni. Ezekbe is mindenféle ilyen algamaradványok, vagy por, egyéb szennyeződés belerakódhat. Igaz, hogy télen már annyira nem vesznek fel a növények, semmiféle tápanyagot, meg vizet is alig, de azért ezekben az eszközökben is megbújhatnak mindenféle kártevők, nem csak rovarkártevőkre, hanem gombára, baktériumokra, vírusokra gondolok. Szóval ezeket a ültetési vagy tárolási eszközöket érdemes elmosni. Érdemes átvizsgálni a növények cserepeit is, az oldalát, a haját és a peremeket is, nem költözött-e oda esetleg valami kártevő vagy csiga, egyéb rovar. Mert ha például jó pár vaskos mesztelen csigát beengedünk a növényházba, azok még ebben a jó időben nagyon jól táplálkoznak és megrágják majd a növényeinket, úgyhogy erre figyeljünk. Ilyenkor a betelelés előtt még érdemes elvégezni egy rovar és gombaölőszeres kezelést. Ez azért kell, hogy magával a növénnyel ne hurcoljunk be semmiféle élősködőt, mert bizonyos kártevők már ilyenkor megbújhatnak a növényeknek a tövein, a rizomáin, vagy a leveleken, és hogyha bevisszük őket, bent majd nyilván sűrűbben lesznek, egy kicsit zártabb lesz a hely, nem mozog annyira a levegő, és ezek nagyon jól elszaporodnak. Ilyenek például a pajzstetvek, amiket sima lemosással nem igazán tudunk majd kezelni, így ellenük felszívódó szerekkel tudunk küzdeni, mert egy zártabb helyen teleltetett állománynál nagyon hamar felbukkanhat például a penész, vagy a rizóma rothadás. Erre figyelhetünk, és már egy megelőző kezeléssel nagyon sokat segítünk ezen. A harmadfüveknél rovarkártevő ellen nem kell védekeznünk, viszont ott is a penész megjelenhet. Ezek a telelő gumók előszeretettel be tudnak penészedni, ha magasan tartjuk a vízszintet. Erre kell csak figyelni náluk. Ugye, aki zártabb helyen teleltet, annak érdemes arra felkészülni, hogy kelleni fog majd valamilyen szellőztetési megoldás, vagy arról van szó, hogy te minden reggel vagy este kimész, kinyitod az ablakot, pár percig hadd szellőzön. Ugye, nagyon jó szolgálatot tesz egy napelemes ventilátor, ezt nem is kell felügyelni, egy kis, mit tudom én, 10-15 centi átmérőjű ventilátor, ha már kavarja a levegőt, az már teljesen jó, és nem fognak bepenészedni a növények, vagy mechanikusan minden reggel és este kinyitod az ablakokat, szellőztetsz 5-10 percet, aztán visszacsukod. Vagy esetleg megoldás lehet még, hogy egy ventilátort mondjuk időkapcsolóról vezérelsz, és akkor naponta 4-5-ször bekapcsol egy 10-15 percre, az is teljesen megfelelő megoldás. Ugye a telelésnél alkalmazott vízszint az hát vitatárgyát képezi. Valaki azt mondja, hogy inkább csak nedves maradjon a tőzeg. Amerikai úgymond iskolák, amelyek azt mondják, hogy nyugodtan fel lehet önteni vízzel ugyanúgy, mint hogyha rendes nyári időszakban lennék, sőt,
Van olyan technika is, amikor közeledik mondjuk egy tartós mínusz 10, mínusz 15 fok, tudjuk, hogy úgy is meg fog fagyni minden, akkor viszont felöntik az egész úgymond tálcát a cserép tetejéig, és a víz alatt lévő megfagyott gyökerek kevésbé fognak károsodni, mint hogyha mondjuk úgymond szárazon fagynának meg. Ez is egy technika, Észak-Amerikában alkalmazzák leginkább. Közben itt megy egy kis motoros repülő fölöttem. Egyes mérsékeltővi növények nem is igazán tolerálják, hogyha nagyon sok víz áll alattuk, alig van gyökerük, és a sok nedvességtől csak bepenészedik, elrothad maga a telelőrügy. A kürtvirágok esetében három megoldás létezik arra vonatkozólag, hogy megnyírjuk-e őket, vagy ne nyírjuk meg. Nyilván az első az, amikor ahogy vannak, úgy bepakoljuk őket, nem nyúlunk hozzájuk, és akkor úgy telelnek végig. Ennek mi az előnye? Ugye a nagy, úgymond lombozat, hát kicsit segít ugye a szigetelésben, és kevésbé jut el a hideg a rizomáig. Az eredeti élőhelyen is így élnek ezek a növények, senki nem vágja őket vissza, ami elszárad régi csapda, az nyilván kicsit rákomposztolódik a növény tövére. A felhalmozódó ilyen halott növényi részek fagymentessé teszik a rizómát. Ez is egy természetes védekezés az extrém hideg ellen. A másik megoldás, amikor a rossz elszáradt csapdákat, amelyek ugye tele vannak rovar maradvánnyal, azokat egyenként kivagdaljuk ebből a nagy lombozatból. Így a fertőzéseknek egy kicsit elejét vesszük, hogy mondjuk bepenészedjenek ezek a maradványok, vagy esetleg valami kártevő oda behúzódjon. Ezzel a módszerrel még azt is megelőzzük, hogy a téli élelmet kereső madarak szétcsöpkedjék a növényünket, ezáltal ugye kárt is okozva. A harmadik megoldás pedig az, ami a tavaszi munkánk, viszont előre hozzuk őszre, hogy teljesen lenyírjuk magát a lombozatot, és csak a rizóma marad. Ilyenkor nyilván az állati kártevők elszaporodásának lehetőségét jelentősen lecsökkentjük, viszont nem lesz annyira védve a rizómánk a hidegtől. Aki lakásban tart ilyen növényeket, és csak egy terasz vagy erkély van neki megoldásként a teleltetésre, ott sem veszett fejszennyele az ügy, ugyanis vannak olyan segédeszközök, amivel segíthetünk a telelésben a növényeknek. Ezeket vagy készen megvesszük, vagy mi is összebarkácsolhatjuk őket. Ilyenek például különböző hűtőládák vagy hűtőtasakok. Ezeket barkácsáruházakban meg itt-ott lehet kapni. Ezek ilyen forma öntött, mondjuk polisztirol dobozok is lehetnek, amelyeknek ugye van a láda része, van egy teteje. Ha enyhe az idő, a tetejét levesszük, és akkor nyitva ugye járja a levegő az egészet, éjszakára, amikor jön a hideg, akkor pedig rátesszük. Arra figyeljünk, hogy ha tartósan hideg az idő, és rajta van a teteje ennek a doboznak, magán a ládán, minden nap vegyük le szellőztetni. Amikor egy picit enged az idő, vagy még hogyha nagyon hideg van, akkor is szellőztessünk, mert egy zárt térben nagyon gyorsan felüti a fejét a penész. Ilyen hőszigetelő kis ládát mi is készíthetünk. Én inkább a zárt cellás XPS lemezt ajánlom ehhez. Legalább 5 centit alkalmazunk, az se baj, hogyha 10 centi, és ezek ilyen 50x 100 cm-es táblákban vannak, ebből egy nagyon jó kis dobozt össze tudunk rakni, akár többet is. A tetejére rakhatunk akár egy vékonyabb, mondjuk a 10 centis doboznak rakhatunk egy 5 centis tetőt, valami súlyt tegyünk rá, arra figyeljünk, hogy a szél ezt ne vigye el. Van még az a megoldás, amikor se erkély, semmi nincs, viszont vannak vénuszlécsapóink, kürtvirágaink, ilyenkor azt a megoldást alkalmazhatjuk. Például a hűtőnkben az alsó zöldséges dobozok vagy tárolókban tároljuk a növényt, viszont itt kell egy kis előkészület. A kürtvirágok esetében úgy járjunk el, hogy nyilván le kell vágni a leveleket, hogy ne foglaljon sok helyet,
kiveszük a cseréből a növényt, lemossuk teljesen a gyökérzetet, beáztatjuk gombaörő és rovarörőszeres szerbe, hagyjuk egy picit állni, majd egy simítózáras zacskóban elcsomagoljuk, nyilván feliratozzuk, hogy utána tudjunk, hogy melyik fajról van szó, és berakjuk a hűtő alsó részébe. A Vénusz légcsapónál ugyanez a helyzet, viszont ott nem kell levágni a leveleket, csak ami tényleg ilyen elszáradó vagy barnás rész. Ha van olyan csapda, amelyik rovart emészt, azt vágjuk le, mert csak be fog penészedni, és ugyanúgy mossuk le a gyökerét, ugyanúgy kezeljük ezzel a gombaölő és a rovarölőszeres kezeléssel, és ő is mehet bele az acskóba. Nyilván itt ugye a párunkkal, hogyha van, akkor meg kell egyezni, hogy ezek nem olyan veszélyes dolgok, és simán el vannak itt a hűtő aljában, nehogy ez egyébként gondot okozzon majd kettőtök között. Azt javaslom még, hogy azért hetente kétszer-háromszor nézz rá a növényekre, hogy állnak, nem esetleg megindult egy penészedés vagy befülledés. Jobban jársz, hogyha sűrűbben ránézel, mint hogyha utólag lesz ebből baj. Szóval a tereltetésről röviden ennyit. Mindenféle infót megtalálhattok még a weboldalon, a marom.hu-n. Ott van külön telelős leírás, akár még növényfajokra bontva is. Ha még eszembe jut útközben valami, akkor meg fogok állni gyorsan, és még fel fogom venni. De nagyjából ez volt, amit úgy el akartam mondani. Amúgy meg erősen javaslom, hogy iratkozzatok fel a csatornára. Az nekem is nagy segítség egyébként. Írjatok bármilyen kérdést vagy hozzászólást a videó alá. Az is pörget egy picit az algoritmust, és több emberhez jut el maga a videó. Maga a feliratkozás nyilván ingyenes, neked csak két kattintás, de én legalább látom a feliratkozásokból, hogy egyáltalán érdekel valakit, amit itt bohóckodok a kamerával. Szóval hajrá! Éppen most tartok oda arra a helyre, ahol tavasszal vettem fel kb. Az első videót, a tavaszindítót, hogy most be is jöttem ide az erdőbe. Hú, őzlávgombák. Majd mutatok is egyet-kettőt. De azt mondja, hogy akkor meg is fordulok. Itt voltam tavasszal. Az volt az első bejelentkezős, az még kabátos videó volt. Ébresztő! Hát, ha meghallották. És szerintem a szezon az kb. Itt is ér véget, ami a mérsékelt övi növényeket illeti. Úgyhogy hát most nem akarok itt megint kiabálni, hogy takarodó, mert itt vannak a gombászó elvtársak nem sokkal mellettem, és nehogy ide jöjjenek úgymond segítséget nyújtani. Úgyhogy most nem kiabálok, de hát jó pihenést a természetnek. Találkozunk tavasszal. Ja, közben mutatok nektek gombát. Úgyhogy ezt elvileg én már, jaj, haza is vihetném. Ugye ő az őzlábgomba. Illatra olyan kicsit olyan lisztes, élesztős szaga van, úgyhogy ez nagyon jó egyébként enni is. Úgyhogy nem tudom, ilyenben most hirtelen láttam, vagy 8-10-et. Most gondolkozok, hogy vigyek-e haza. Ilyen szép nagyok. Hoppa, szúnyog. Már meg akar enni. Úgyhogy ennek a gombának főként a kalapja, ami értékes. Akár kirántva is meg lehet csinálni. Tök jó. Arra kell figyelni, hogy nézzük meg a púpjánál, ott vágjuk ketté, mert nagyon könnyen beleköltöznek mindenféle férgek vagy kukacok, amik próbálják megenni. Ugye az a hiedelem, hogy az a gomba, amelyeket megrágott valami, az ehető, az nem biztos, mert általában mondjuk férgek és csigák szokták megrágni ezeket a gombákat. És ugye
Nagyon sok gomba termel olyan toxint, ami mondjuk idegméregként is működik. Ugye egy csigának vagy egy féregnek jóval egyszerűbb az idegrendszere, mint az embernek, és bizonyos toxinok így nem is hatnak rá. Viszont, hogyha ember megeszi ezeket a gombákat, akkor lehetnek komoly következményei. Úgyhogy ezért nem igaz az, hogy amit megrágott valami, az a gomba elhető. És mivel már a fejemet megcsükkették a szúnyogok, most is ezt a gombát most lerakom. Most is érzem, hogy itt van. Így szerintem ez a videó így véget is ér. A végére egy ilyen kis érdekesség volt. Hát látok még itt jó párat. Szerintem viszek haza gombát. Úgyhogy este, jaj, ha el nem töröm a lábamat. Szóval este szerintem gomba lesz rántva. Mert a magyar mi más csinálhatna a dolgokkal, mint hogy bepanírozza és kirántja. Úgyhogy gasztronómiai megbeszélésünk is végére ért. Sziasztok! Képzeljétek el, találtam itt valamit, bókláztam itt a fák között, és hát ki nem találjátok, hogy mit találtam. Egy sapkát, ami teljesen magyar. Echte magyar, itt is Hungary. Szerintem ez valami gyerek sapka, mert méretéből ítélve olyan picike, de hát itt a puszta közepén mi más találhatná, mint egy eredeti magyar sapkát. Szerintem én ezt elviszem erekjének, relikviának, és majd ki fogom tenni, hogy milyen jó dolgok találhatók itt a pusztában. Csak menni kell kirándulni. Na ennyi.